Elég a mókázásból, ez egy mókázás. Jaj, bocs! Tisztogresszív. Ez egy munkahely. Így van. Nekem nagyon ízlik. Szerintem se sú. Nagyon finom. Rosszul vagy bekötve, le vagy szavazva. Sziasztok! Az előző pár adásban nem nagyon voltak egészséges ételeink, viszont most eléggé egy ilyen sorozat fog kezdődni. Rögtön egy salátával kezdünk, amit egy gyors éttermi lánc miatt ismertek meg szerintem itt a magyarok főleg. Azóta viszont az összes hamburgerezőben, gyakorlatilag ilyen főleg a jobb hamburgerezőkben így mellé adják, ugye? És ez a coleslaw saláta, ami káposzta saláta. Igazából, amerikai káposzta saláta. Amerikai káposzta salátaként van elhíresülve, de igazából ez Hollandiából indult. Egy holland hölgy kezdte el először csinálni, és akkor ezt egy amerikai szakácskönyvbe beletették, és onnan híresült el. Magukévá tették. Igen. Lehet, hogy azt csak ezek az alapanyagok voltak, és milyen finom. Igen. És amúgy az a vicc, lesz, hogy az eredetiben nincs ilyen, hogy tejföl, majonéz, hanem csak simán egy ilyen répás, hagymás, ilyen ecetes salátát van az eredeti receptben, és akkor ezt az amerikaiak tovább fejlesztették. Szóval akkor azért mégiscsak annyit megadhatunk nekik, hogy ők tették jóvá. Igen. De ez erre is érvényes, hogy a hányház annyi szokás. Annyit megsúgok, hogy ez nem az a sali lesz, amit itt nálunk lehet kapni, ez az én saját receptem. Na, akkor ez coleslaw a la Zsani. A la Zsani, így van. Az elején avval kell kezdeni, hogy kell reszelni káposztát, répát és hagymát. Reszelni? Reszelni, így van. Hagymát reszelni. Igen. Ilyet sem csináltam. Na, jó. Látod valami? A nagyobban reszeljük először szerintem. És mindent belereszelünk, csak így is van. Kezdjük a káposztával. Azt mellette nagyobb... kell még valamit mondjuk szeletelni, csak hogy akkor a munkabeosztás az úgy legyen, hogy... De figyelj, akkor csinálhatjuk azt, hogy akkor a hagymát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picire föl. Nem, akkor azt aprítjuk, vagy mi reszeljük. De nagyon picire, figyelj, csak a negyedét. Nagyon picire, mert olyan ügyes. A negyedét nagyon picire. Igen, bizony. Mert nem kell bele sok hagyma, igen. Én nekem akkor... ezt lehet érdemes lenne átrakni a másik. Nagyon, szemben. Nagyon megelőlegezettnek érzem ezt a nagyon ügyes vagy kijelentést. Bátorítás. Ez most egy kisebb mennyiség lesz, mert nem kell. Egyszerűen le. Ha van valakinek otthon gépe, ilyen... Na, nem csalunk. Reszeljetek. Amúgy az a vicc, hogy én próbáltam úgy is, hogy össze darálni effektíve, és úgy nem ugyanolyan lesz a... Menjen már, Soma. Na, nem ugyanolyan lesz. Rögtön a tálba repülő. Na, átvegyem? Átadom neked akkor. Köszönöm szépen. Ennek ez a legbonyolultabb folyamata. Ha le vannak reszelve, illetve nagyon picire össze vannak vágva a dolgok, akkor annyi, hogy ezt le kell sózni, és állni kell hagyni egy picikét, még egy kis nedvességet kienged magából a káposzta, illetve a többi zöldség. Így van, mert a sóna, illetve akármilyen furcsán is hangzik, a cukornak is vízzel vonó hatása van. Nem tudom, hogy tudtátok-e. Azt nem. Ezért van az, hogyha például iszol cukros üdítőt, attól még szomjasabb leszel. Aha. Mert tehát az nem fogja csillapítani a szomjadat, mert ugyanúgy vonja el a szervezetettől a só. Friss hagyba! Valami probléma van, Soma? Ezért tartod nekem odaadni. Mindent megtettem. Nem a hagyma az ebbe megy? Nem, az is a káposztához. Akkor... Gyere. Amúgy a hagymánál lehet olyan trükköt csinálni, hogyha tudjátok, hogy mondjuk nagy mennyiséget kell előtte szeretelni, ha berakjátok hűtőbe, akkor nem fog csípni. Komolyan mondod. Ezt én már remélem, jegyzitek, kukta nézők. Sajnálom, Zsani, de nem hiszek neked. Én már annyi mindent kipróbáltam. Egyetlen egy módszer már van, ami beválik, és tényleg nem csíp. Úgy hívják, hogy konyhai ilyen daráló. Beleteszed azt a hagymát, ha kibontod, az is csípni fog. De a hűtőben mennyi idő egy éjszakára, vagy elég egy órára berakni? Hát egy éjszaka jobb, de hogyha mit tudom én, vagy a hideg, vízbe beleteszed, és akkor abban egy órában van. Nyilván fog veszteni az aromájából, de nem fog csípni. Szerintem az úgy teljesen jó lesz. A répát viszont a kis lukon kellene lereszelni. Hajrá, Doló! Megérkezett a nyuszi osztag. De neked dolgozni kéne. Kis lyuk. Még? Igen. Majd legközelebb a 6 szögletünk. Biztos, hogy a másik irányba kezdeni.
Most nézni fogtunk? Nem, nem. Mik vannak még itt az asztalon? Ugye akkor most ezt lereszelünk mindent, utána besózzuk. Igen. És félretesszük. Egy picit félretesszük, így van. És hagyjuk, amíg a só elkezd dolgozni, kivonja belőle a nedvességet. Ugye ezt azért szokták, hogy utána föl tudja, magába tudja szívni az ízeket és ugye a mártást. Ja, de szép ez nekem. Nem, igen. Nem. De azért még ennél bőven több még kell. Igen. Addig mi beszélgetünk. Utána tudunk valamivel még haladni, hogy kicsit előre dolgozzunk, amíg hát, a só dolgozik? Az a baj, hogy ennek ez az, ilyenkor így érdemes mondjuk, nem tudom, ha vendégségre csináljuk ezt a érdemes családát, áthívni Dorót, hogy ő reszeljen. Igen, megyek bárhova. Vagy amíg dolgozik a só, addig egy sminket földobni, vagy egy sört meginni. Csodabjatok rám egy izit Facebookon, Messengeren, Instán, mindenhol érhető vagyok. Ez nagyon elhamarkodott jelentés volt. Szerintem annyira éppen lépés lesz. Tényleg? Igen. Alapanyagaiban ez egy bonyolultabb salátának számít, vagy... Mert ugye viszonylag elég sok hozzávalónk van. Nem, szerintem ez abszolút nem bonyolult saláta, mert igazából le kell reszelni a dolgokat, és de csak férjék. Igazából csak férjék át. Jó, a hagyma az is belement? Igen. Természetesen. Hogy nem? Te elvégezted a munkádat. Kérek, ez a momentum kiment. Összekeverjük. Ha? Tehát akkor több sali, mint répa? Így most van. Ez az arány. És akkor körülbelül most így, ahogy hirtelen próbálok emlékezni, kb. Az eredeti recept az ez, meg még rá ecet. Ecet, olívaolaj, hát egy ilyen sima. Igen, és gyakorlatilag ez így. Igen, és akkor ezt így, ez volt az eredeti recept. Aztán nyilván hát az amerikaiak is itt javítanának egy kicsit. Azt te dobtad bele, miközben én, az itt van az érvény. Nem hiszek neked, majd visszanézzük. Tehát az egészséges, azt le lehet cserélni, mert tejfölt és majonézt is fogunk használni. Ha valaki diétába kezdett például, a tejfölt joghurtra le lehet cserélni, vagy 12%-os joghurtra, illetve a majonézt light majonézre le lehet nyugtass cserélni. Nyugtass meg, hogy az egyik se az. Nem. Jó. Tudtam, hogy jössz. Újévi fogadalmak, sportosan, egészségesebben. És akkor ilyenekkel lehet trükközni például. Ami hát nem szokványos hozzávaló még, az a méz. Én édesítésképpen én azt használok bele, nem cukrot. Illetve kell bele egy picit torma. Az én receptem szerint. Tehát torma, méz, cukor, só. Bors, illetve egy pici tej, mivel hogy a nedvességet kinyomkodjuk a káposztából, hogy ne legyen az a nagyon folytós saláta, hanem egy kicsit könnyebb legyen, de lehet tejszínt is használni, de én inkább a tejet javaslom. És ugyanúgy mandulatejjel is meg lehet csinálni, meg ilyen rizstej, tehát ilyen laktózmentes tejekből is? Laktózmentes tejből persze, annyi, hogy mivel a laktózmentes tejek édesebbek, ezért kevesebb méz kell akkor bele. Illetve még citromlevet fogunk bele használni. Ennyi. Szerintem már a só. Igen, megnézzük, hogy... Ó, ebből már nagyon szépen jön ki a leve. Ezt így akkor ki is lehet nyomkodni szépen. Jó, hát rajtam sajnos most nincs kesztyű, úgyhogy a nyomkodást látom, bízom, újfent. Jó. És akkor szépen kinyomkodjuk belőle a... Ilyen téli időben nagyon jó hógolyópótló. Nem tudom, megdobjalak vele, kipróbáljuk, hogy csattan. Lehet, hogy kibírom hagyni. Így, hogy én kerültem a rossz végére ennek a poénnak, így kibírom hagyni. Képzeljétek el, én nem úgy egyszer szeretnék kajacsatázni, de neki tudom, éheznek a világon, meg stb. De én legesszük a földre. Én úgy szeretnék egyszer kajacsatázni. Nem tudom, másnak is vannak ilyen hát, dolgai? Az a baj, hogy én enni is szeretek, hogyha... Hát nyitott szája a kajacsat. Igen. Okay. De egyébként bármire vevő vagyok. Tehát tényleg, van szokatlan Spanyolországban, ez a nagy paradicsom. Igen, az Olaszországban van. Nem, Spanyolországban. Az a nagy paradicsom, én erre úgy kimennék. Arra én is elmennék. Jó van, akkor egy ilyen közös kukta, nyaralás, majd beszervezünk. Okay. Tejföl, azt most így kezdésnek egy két evőkanállal tegyünk hozzá. Púpos vagy csak így? Igen, ezt kérdezni akartam, hogy kinek evőkanál? Hogy hát, ez most éppen lapos lett. Így már nem. Tehát akkor még egy más felett. Még egy, igen. Úgy. Nagyon jó. Jó, majonézből mehet használd bele. Használd az újat. De Soma, még raksz. Nem, kettő kell. Igen. Majonézből 4 evőkanállal tegyünk bele. Abból mehet lapos. Hát jó, de hogy csinálják ezekből lapos meg púposat?
az előző kevesebb. Lehet elég lesz csak három bele. Szerintem elég, amilyen fokos. Szerintem még le, és akkor három és fél. Igen, is félnek volt. Adok egy kanalat. Jó? Hát átadom. Ja, hát mondjuk a kanál van. És akkor csak adok egy szalvétát. Okay? Köszönöm szépen. Kezd azért most már így tényleg, hogy megkapta ezt a két fehér alapanyagot, most már kezd olyan lenni, mint a jól ismert koszló. Viszont lehet még egy majonézt elbír, amit nézem. Rakom. Jól van már, hát... Nem bíztatok a lapos és a púpos megítélésben. Jó, és akkor teszünk bele egy picike tejet, ebből tényleg nem kell sok, csak hogy az állagát javítsuk. Szuper! Azért vannak itt nagy répadarabok is. Nem csak... tudom, mire beszélsz. Jaj, de krikusabb, én nagy hagymadarabokat látok. Jaj, köszönöm! Biztos, hogy nem áll. De. Egyet mutass! A citromot felvágnád. Milyenre? Félbe, csak a levekkel. Jó, én már mióta cikkelyeket kell vágdosnom meg, izéket. Ja, és csak egy pici. Csak így a ízekedvéért tényleg. Jó, stopp, elég, köszönjük szépen. Oké, okay. Illetve a petrezselyemet szeretném, ha apróra fölvágnád. Hát valahol. Mindet? Elég ennyi? Nem kell bele több citrom? Nem. Oké. Okay. Mennyit? Egy kicsit hagyunk díszítésnek, és akkor a többinek a zöld része, vagy a levél része mehet bele. Tehát akkor nem kell egy egész fél citrom, csak kell bele egy kis lé. Egy kis lé, mennyi igen. Méz? Mehet bele két teáskanálnyi. Közben én beleteszek egy fél teáskanálnyi tormát. De jó. Ez ilyen sima torma, vagy ez a sima asztali torma. Én a csemegét szoktam használni, illetve egy pici borsot. Használhatunk fehér borsot is, de most én a feketét használtam. Van valami, nagy különbség a fehér és a fekete bors között? Hát csak ízben egy kicsit intenzívebb a fekete bors. Így van, hát meg azért látványban is azért más. És akkor ez igaz, hogy el lehet rontani az ételt jó borsosan? Ha túl borsozzuk. Persze, tehát én például kifejezetten nem bírom a borsot, és tehát én már egy, amit az átlag magyar használ konyhába bors, nekem az már sok. Jó. Jó, nem tudom, kóstoljuk meg, hogy... Kóstoljuk. Ízre, ugyan. Egyébként szerintem az ilyen zöldeket, azt viszonylag jól megtanultam. Most már szerintem nagyon ügyes így vagy. A kukta alatt. Mehet bele a petrezselyem zöld. Összekeverjük. Vigyázzon. Viszont én még egy picit bőzést elviszem. Méz az fontos, hogy milyen vagy... Hát az általános világ a jelenlegi helyzetben, amit találunk otthon, az jó. Igen, de amúgy, hogyha valaki allergiás a mézre, nyugodtan használhat cukrot, vagy alternatív édesítőszereket. Tehát ezt a salátát is meg lehet csinálni teljesen... egészségesre, hogy te fogalmaztál az elején, mert ez a nem egészséges verziója. Hát ezt így somásítottuk. Mikor lesz borúsítva az étel? Amikor csodás sajtot használunk. Jó, ez mondjuk így. De az se egészséges. Mi a sajtal, mi a probléma? Hú, ez nagyon finom. Kotlanak. Nagyon finom. Ugye ezt még utána, hogy összekevertük? Nekem. Nekem kicsit sós. Tényleg? Sós. Szerintem de lehet egy jó finom húst csinálsz hozzá. Tehát te elsóztátok. Még... Ja, szerelmesek a szakák. Én nem, köszönöm szépen. Tehát ennek még a hűtőbe állnia kell azért egy jó óra hosszát, kettőt, hogy azért a káposzta magába tudja szívni a szószokat. Mert most azért így elég intenzív még a majonéza és a társai. Igen, a majonéz az mondjuk tényleg jó akkor? Intenzíven érződik. Jöhet és a tálalás? Jöhet ja, a tejből mennyit? Csak így egy ilyen kicsit? Az csak, hogy arra kell, hogy ne álljon össze, tehát hogy ne ez a sűrű, majonézes, tejfölös nem egy kicsit dolog legyen, hanem igen, egy lágyabb állaga még egy legyen. Kis citromlével nem tudjuk mondjuk a sósságát. De ennyire sós, pedig nekem én nem vagyok sós szájú, vagy nem estem sósan, de... Annyira nem lehet sós. És akkor megfosztom. Hát most, ha már egyszer kis... somásítottuk, egészségtelenné tettük, akkor... Nekem nagyon ízlik. Szerintem se sós. Nagyon finom. Rosszul vagy bekötve, le vagy szavazva. Pedig még somásítva is van a saláta. Most már jó? Persze! Lehet azt mondani. De egyébként tökéletes kóstoló. Na, jöhet a tálalás? Jöhet a tálalás, szedjük ki a tányérba, jöhet rá egy kis petrezselyem zöld,
És ma rád bízom a petrezselyem zöldet. Így. Azt is aprítva, vagy azt ilyen egész levelet? Így, egész levelet, nyugodtan. Akkor az a tiétek, ez meg az enyém. Nagyon szép. Ez nagyon finom. Kész. Ilyet fogokat, ha csináljuk. Oké. Okay. Drága kukka nézők! Mik? Drága kukka nézők! Ez egy inkább. Jó, most elszáll, igen. Igen. Most az a te feladat, a tessék egy kanálról. Köszönöm szépen. Na, most sikerült egy salátát, ahogy beharangoztam, egészséges salátát csinálni, ami mégse annyira egészséges, így a habár nagyon darabjaira szedtük. Se baj. Nagyon finom lett, végre nekem kicsit sós is, de le lettem szavazva, szóval egy tökéletes koszló saláta. Várunk titeket legközelebb is, lehet, hogy egészségesebb étellel, most lehet már nem tudom. Lehet, hogy somásabb étellel. Lehet, hogy somásabbal. Sziasztok! Sziasztok!